Bemutatta jelöltjét a Nemzeti Liberális Párt marosvásárhelyi polgármesteri tisztségére. Dr. Teodora Benedek kardiológus, jelenleg a városi önkormányzat tagja. Krisztián Teodorescu a Punktul újságírója szerint a Pinili jelöltje a jelenlegi városvezető Dorin Floria embere. A Nemzeti Liberális Párt színeiben hárman szerettek volna indulni Marosvásárhely polgármesteri székéért az idei önkormányzati választásokon. Krisztián Teodorescu újságíró már egy hónappal azelőtt, hogy hivatalossá vált volna a jelölt személye, megírta, Dr. Teodora Benedek kardiológus lesz a befutó. A Punktul.ro portálon közzétett cikkben azt állítja, hogy a döntés hátterében a jelenlegi városvezetés, a Benedek család és a titkosszolgálatok egyessége áll. Teodorescu szerint ugyanis elképzelhető, hogy a 20 éve regnáló Floria visszavonul a Pinili jelöltje javára, csak hogy megakadályozzák, hogy egy magyar, a közvéleménykutatásokban vezető Sós Zoltán nyerje a választásokat. Megpróbálom kommentálni, pedig hogy őszinte legyek, nem szeretnék lesüllyedni arra a szintre, hogy ehhez hasonló kijelentéseket kommentálok. Ez egy tendenciózus kijelentés. Én nem vagyok sem trójai faló, sem háttérben meghúzódó érdekcsoportok képviselője. Aki ismer, az tudja, hogy megállok a saját lábamon, és amikor egy projekten dolgozom, azt sikerre is viszem. Természetesen úgy, hogy előtte csapatot építek magam körül. A Pinili marosvásárhelyi polgármester jelöltje ugyanakkor hangsúlyozta, nem hisz az etnikai szavazásban. Redka votul etnik trebuie să dispară. Hozzátette. Mellette szól az, hogy a Nemzeti Liberális Párt tagja, amelynek színeiben több sikeres erdélyi városnak van polgármestere. Teodora Benedek hangsúlyozta, a jelenlegi városvezetés tétlenül nézte végig, ahogy Marosvásárhely lemarad más városokhoz képest. Ezen szeretne változtatni polgármesterként. Ebben szerinte az Európai Bizottságban szerzett több éves tapasztalata lenne a segítségére.